Régóta szerettem volna egy akciókamerát vásárolni. Most jött el az ideje. Most a nyár elején elhatároztam, hogy nyáron úgy is fogunk menni hosszabb utakra, külföldre is nyaralni, és szeretnék egy deskemet az autóba. Valamint nagyon jó lenne, hogyha a kirándulásoknál nem a telefon kéne elővenni, illetve a tengerparton is tudnánk készíteni tengeri felvételeket. Úgyhogy a leendő akciókamera, amit nézegettem, azt határoztam meg, hogy ne legyen 50 ezer forintnál drágább, hisz nem lesz nagyon kihasználva. A legfőbb funkciója továbbra is a fedélzeti kamera marad. Így úgy gondoltam, hogy ennyi összegből fogok találni megfelelőt. Megpróbáltam kiválasztani a legjobbat, azt nem tudom, hogy sikerült-e. Sokról néztem videót, végül is erre esett a választásom. Ez egy SE Cam SE 8 Dual Screen nevezetű kamera. Az 50 ezeres határba belefért, mert a valamelyik rendelős oldalon éppen akcióban volt. Ma érkezett meg a szállítmány. A kamera egy viszonylag szép dobozban jött, és akkor nézzük meg, hogy mit tartalmaz a doboz. Na nézzük. Itt látható a kamera, már eleve vízálló csomagban érkezett. Mit találunk még a dobozban? Egy kisebb doboz tartalmazza a további tartozékokat. Illetve esélyekem, matricákat és egy törlőkendőt. A tartozékok közül van egy csere hátlap a vízállótokhoz. Felfogató, a töltőkábel, nagyon fontos, Type-C, 3M-es tappancs, illetve további rögzítőelemek, és egy lencsevédő. Nézzük meg a kamerát. Még soha nem nyitottam ki ilyet, úgyhogy. De megy ez könnyen. Tehát a vízálló tokot levettük. További fóliákat megpróbálom eltávolítani. De ezt lehet, hogy későbbre hagyom. Még egyszer megpróbálom. Íme a kamera. Ó, és még egy fólia. Így most már szép a lencse. Nézzük meg.
Van-e benne töltés? Ó, és működik is. Fogok tesztvideókat csinálni, és majd várhatóan azokat is feltöltöm a YouTube csatornámra.